Évek óta hagyomány görögkatolikus egyházunkban, hogy a tanítási év befejezése után a pedagógusok Mária Pócsra zarándokolnak, hogy hálát adjanak a tanévben kapott kegyelmekért. Idén, június 23-án vasárnap gyűltek össze nemzeti kegyhelyünkön. A hálaadó szent liturgiát Kocsis Fülöp görögkatolikus metropolita vezette, a vendég pedig Bábel Balázs érsek, a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye főpásztora volt. A tanúságtétel egy olyan életforma, amiből azt látják, hogy te még tovább is akarod adni ezt a hitet, hiszen nem akarod magadnak megtartani, mert jónak tartod, és egyébként is ott van Jézusnak a szava, hogy menjetek, tanítsatok minden népet, ez pedig üdvösségedre szolgál. Talán ezen a vonalon lehet megközelíteni azt a töbletet nekünk, akik keresztény katolikus iskolákban tanítunk, hogy miért érdemes ott lenni, mi az a töblet, amit egy másik iskola nem tud megadni. Mi még a régi katekizmust tanultuk, és nem is tudhatta az a másodikos gyerek, hogy föltették a kérdést, hogy miért vagyunk a világon. Hát egy kisgyerek nem nagyon kérdezi ezt, hogy miért vagyunk a világon, legfeljebb azt kérdezi, hogy mi a jó ebben a világban. És akkor megadták neki a választ, hogy Isten szeressük, az üdvösségre jussunk, és így tovább. Ez nem biztos, hogy mindjárt érthető volt számára, de később, Móra Ferenc szavával mondva, mikor beértem a miértek düllőjébe, akkor eszembe jutott, hogy miért vagyok a világon. És akkor ott mi választ kapunk rá. És nekünk a tanításban van egy abszolút mércénk Jézus Krisztus. Mert az ő jelzői között ott van, hogy a tanító. Szent Pál mondja, hogy egyati tanítótok, Jézus Krisztus. Ő az abszolút tanítók. Mi tőle tanulunk. Minden szempontból kiváló tanító volt, mert tudott az egyes emberrel beszélni, gondoljunk a gazdagi fiúra, tudott tömegeknek beszélni úgy, hogy elfeledkeztek az éhségükről, tudott az értelmiséggel, egy Nikodémussal beszélni, de meg tudta szólítani azt a latort fönn a fán, amikor ő is kínlódott. Tehát minden életszituációban jó szava tudott lenni, és a tanítása olyan volt, hogy az még ma is nem kell megváltoztatni, hiszen ő maga mondta, hogy ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak. És ebből adódóan legyen az irodalom, legyen az bölcsesség, minden nagy mű, mondhatnánk Pilinszkivel, az evangélium átirata. Minden nagy mű. Tehát olyan tanítást adott nekünk Jézus Krisztus, és ő nem az az eset volt, amit sok esetben a tanítókról, költőkről mondanak, hogy itt van az életművük, szépet mondanak, de az életük nem fedezi. Az ő élete egybe vágott a tanításával, és ezt a kereszten meg is pecsételte. Van egy szilárd ismeretrendszerünk, amit nem változtatunk. Sokszor a tankönyveket évről évre változtatni kell, mert azt mondják, hát ez már elavult benne, már ez se jó, meg az se jó. A mi ismeretrendszerünk a szilárd. Tehát olyan dolgokat tanítunk, ami 2000 éve is igaz volt, meg 2000 év múlva is igaz lesz, amit tanítunk erkölcsi kérdésekben is. Mert nem fogjuk sose azt mondani, hogy mondjuk az abortusz, meg az eutanázia, meg a nem változtatás az jó dolog. Sose fogjuk azt mondani, nem fogunk ennyire konformisták lenni sohasem, hogyha igazi keresztény, katolikus emberek vagyunk. És aztán nekünk vannak speciális eszközeink, ami egy másik iskolában nincsen. Hát például van az imádság, van a bűnbánat, van az önmegtagadás, jön a nagy böjtidő. Mi mondjuk merjük mondani a gyermeknek, hogy tartsá bűnbánatot. Készítjük a szentségekre. Tudom, hogy vannak nagyon nehéz gyerekek. De eszünkbe jut-e akkor, hogy a pedagógiai eszközeken túl imádkozunk az a gyerekén. Hogy jobban kezelhető legyen. Mert az imádságnak van hatása.
Tehát nekünk olyan eszközeink is vannak, lelkiismeretvizsgálat. Vagy például elviszük a gyerekeket egy zarándoklatra, egy kegyhelyre. És akkor azt mondjuk, hogy na most csendben vagyunk az úton, mert egy kicsit elgondolkodsz, utána énekelünk. Tehát ezt egy másik iskolában nem lehet megtenni. És mi nyíltan beszélhetünk Istenről, Jézus Krisztusról. Mert a másik iskolában úgy hát azt mondják, hogy legyünk semlegesek a hittanórát vagy a világnézeti órát kivéve. Volt egy matematika tanárom a gimnáziumban, egy fizika tanár, hogy úgy gondoltuk, hogy hát talán nem is nagyon hisz az Istenbe, mert sose beszélt róla, és ilyen nagyon elvonult ember volt, de nagyon becsületesen tanította a fizikát, matematikát, és az utolsó órán azt mondta nekünk, fiúk, nem csak azért tanultuk ám a matematikát, meg a fizikát, hogy bizonyos tudományokban előre haladjunk, hanem azért is, mert ez is egy út az Istenhez. Megerősítés volt számunkra, hogy az az ember, aki közben nem beszélt róla, de nagyon becsületesen, lelkiismeretesen tanított, a végén azt mondta, ez is egy út az Istenhez. A matematika és a fizikának a törvényszerűségei, hogy elvezessen az értelmünk útján is az Istenhez, mert éppen maga Szent Pál mondja azt, hogy a mi hitünk értelemszerű meghódolás az Isten előtt. Hát ezek azok a szempontok talán, amelyek bennünket segítenek, és ne legyenek kétségeink, meg kisebbségi érzetünk, hogy mi az egyházi iskolába tanítunk. Mert vallanunk kell azt, hogy valami olyasmit tudunk adni a gyereknek, amit esetleg mások nem tudnak megadni. 1984-ben kezdtem tanítani, és néhány kezdeti év után visszakerültem a volt iskolámba, úgyhogy igazából egy ilyen keretes lett ez az élet, hogy ahol kezdtem, ott fejeztem be is. 40 év, de minthogyha 4 perc lett volna. Nagyon sokszor, amikor visszanézegetek képeket, meglátok dolgokat, szinte rácsodálkozok, hogy mennyi minden történt ez alatt a 40 év alatt, és mennyi gyermeket és családot ismertem meg. Próbáltam példát mutatni, próbáltam adni magamat, mert én így élek a hétköznapokban is, precízen, pontosan, ami lehet egy kicsit nehézkes is, de én úgy gondolom, hogy csak így lehet szeretve és követelményeket adva a gyerekeket nevelni, oktatni. És persze kell hozzá humor is néha, kell hozzá sírás, és szigor is, mikor mi szükséges, de komplexen így alakítjuk a gyerekeket, én így gondolom. A 40 év alatt rengeteg minden változott, a gyerekek, szülők, az egész társadalom minden, a világ körülöttünk. 2012-ben lett a Bánya Júlia általános iskolából Szent Efrém általános iskola. Én magam sem görög katolikus vagyok, hanem római katolikus, viszont annak nagyon-nagyon örültünk, hogy ez egy énekes liturgiát adó egyház, és egyébként most is itt ülve végig gondoltam, hogy végestelen végig a Szentbeszéden kívül minden énekelve hangzik el, tehát ezért is hálát adhatunk. Mi az, amit úgy gondolsz, hogy a 40 év alatt sikerült a gyerekeknek átadni a zenén keresztül, a művészeten keresztül? Minden tantárgy, az élet minden része benne van, ha belegondolunk, a ritmus, a szövegek, az irodalomhoz is elkalauzol, de a daloknak a ritmikája, meg a népi gyermekjátékoknak a szabályossága, az meg annyira összpontosít, ott akár a testneveléshez is tudunk kapcsolódni, illetve a egyensúlyérzék, stb. Tehát ezek annyira komplexen nevelik a gyermeket, hogy észre se veszik. Olyan helyekre elvisz,
össze, amit más tantárgy talán nem ennyire komplexen fog össze. Egyébként pedig maga az éneklés is egy fizikális dolog, tehát ugye a tüdő és az egész testünknek a megismerése is benne van. Meg kell tanulni helyesen levegőt venni, tehát ez is része a munkánknak, illetve hát a kórus éneklés az pedig egy igazi csapatépítés, egy közösségépítés, odafigyelés egymásra, alkalmazkodni tudás, ott is minden pillanatban koncentrálni kell, és hát aztán utána a közösségi élmény az meg a színpadon mutatkozik aztán meg, amit átadunk a közönségnek, ők is megélnek. Egy hete jöttünk haza Erdélyből, és hát fantasztikus élményeink voltak ott is. Hallom.